Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Valkai Mártát, a Dunaharaszti Gojuryo Sport, egy karate sport egyesület vezetőjét. Üdvözlöm én is a tévénézőket, illetve innen is, ezúton is üdvözlöm az egyesületi tagokat és a családtagokat, mindenkinek boldog új évet. Ja, 2014-ben elsőként köszöntelek itt a stúdióban. Szeretném, hogyha visszatekintenénk egy kicsit a 2013-as évre, hogy ez hogyan telt számotokra, ez volt a változás éve. Hát, ha már így kérdezed, valóban nekünk is sok változást hozott. Újabb eredményeket, újabb, nagyobb eredményeket, és egy egészen komoly továbblépés történt. Egy saját helyet béreltünk ki a nyáron, ahol azóta is zajlanak edzéseink, és hát ez lett a fő hadiszállása az egyesületnek. Hol van ez a helyen? Itt Dunaharasztin a főúton egy... Hát egy helység, amit így edzőteremmé alakítottunk át, és ott... És a létszám hogyan alakult nálatok? A létszám is továbbra is emelkedett. Az a jellemző, hogy minden szeptemberben kezdünk ugye új csoportot, illetve hirdetünk leginkább, és akkor jönnek az iskolakezdéssel együtt sokan a gyerekek közül, főleg az általános iskolások, illetve az óvodások köréből, és az idén is ez hasonlóan zajlott, és természetesen nagyon nagy szeretettel fogadtuk az új gyerekeket, és körülbelül olyan 80-85 fő körül járunk most, és ez így évről évre szépen lassan emelkedik ez a létszám. Milyen versenyeken vagy vizsgákon vettetek részt, hogy volt nálatok? Versenyen nagyon sok versenyen vettünk részt, egészen tavaly januártól kezdve, szinte minden hónapban, nyári hónapokban kevésbé, de egyébként az év során ilyen 20-22-23 versenyen így elosztva indultak el a gyerekek. Nagyon sok versenyen azok a tanítványok indulnak el, akik igazából az aktív versenyzői csoportot alkotják. Nekik nagyon sok versenyük van, hát ez sok teherrel is jár, de hát ők erre rendezkedtek be, és ezt szeretik. És vannak olyan versenyek, olyan típusú versenyek, ebből csak 2-3 adódik az évben, ahol az utánpótlás gyerekek is nagy létszámban részt tudnak venni. Ez azt jelenti, hogy akkor egy 30-40-50 gyerek is megmozdul az egyesület tagjai közül, és hát nekik ezek a kezdeti gyakorlási lehetőségek, illetve a kezdeti sikereket hozza meg ez a lehetőség. Ez mit jelent, hogy gyerekek? Tehát hány éves korig lehet hozzátok csatlakozni? Egészen az óvodás korosztálytól, bár az óvodások közül én azért a 4,5-5 évesektől mondanám, kevés volt már néhány kisebb, kicsi óvis is, de hát nekik ez még talán egy kicsit korai. És hát az általános iskola évek 7.-8. osztályig bezárólag beszélek én gyerekekről. A legjellemzőbb osztály, legjellemzőbb korosztály az alsó tagozatos, tehát a 7-8-9-10 évesek köréből jönnek új gyerekek, és hát azon vagyunk, meg azon vagyok, hogy megmaradjanak hosszú évekig. Az edzéseket te tartod mindig? Igen. Minden csoportnak a nagy tanítványok köréből, akik már hát közel 10 éve, vagy több mint 10 éve dolgoznak velem, és már természetesen a kamaszkoron is talán lassan túl vannak, őket szoktam bevonni. Igyekszem minél inkább, nekem is segítség, nekik is egy jó lehetőség, a kisebb tanítványoknak nagyon jó érzés, hogy a közülük kikerült nagy korosabb tanítványok foglalkoznak velük, nagyon jó kapcsolat köztük, úgyhogy ez minden szempontból szerencsés, de hát az iskolai terhek mellett nem olyan egyszerű őket bevonni, amennyire lehet. Decemberben a körösi iskolában volt egy évzáró gálátok, vagy ővizsga volt? Nem, az ővizsga az egy héttel azelőtt lezajlott, igen, és nem nálunk volt helyileg, de az egyesületünkből közel 40-50-en vizsgáztak. Igen. Hát a következő fokozatra, hogy ez a karatéban szokás, haladtak tovább mindenki a maga... Mindenkinek sikerült? Mindenkinek, és nagyon-nagyon ügyesek is voltak. A kicsiknek nagyon nagy élmény, mert szinte mondhatom, hogy tömegesen megmozdulnak, és ez maga már nagyon nagy élmény, és hazaviszik így karácsony előtt a kis öv vizsgáljukat, illetve hát a sikeres oklevelet és a tagsági könyvet, esetleg az új csíkot, vagy új övszint.
Anyukák varhatják. Az anyukák varhatják, igen, és hát hála Istennek az anyukák köréből is vannak, akik karatéznak, ők is, közülük is volt, aki vizsgázott, ez is külön sikerélmény, amikor a felnőttek felnőttként újból elkezdenek mozogni, sportolni, és nagyon jól érzik magukat edzésen, nagyon sokat jelent nekik, az a heti 2-3 lehetőség, amikor eljönnek, és egy nagyon jó közösségben, egy nagyon jó fajta mozgással feltöltődnek, és hát motiválja azért őket is, illetve én is igyekszem őket is arra motiválni, hogy igenis vizsgázzanak, haladjanak, hiszen ez a karate. Az ővizsgán volt erőnléti és formagyakorlat is? Így van, az ővizsgán egy nagyon-nagyon összetett dolog, minél nagyobb fokozatra vizsgázik valaki, annál inkább. A erőnlét mindenkinek van, különféle mértékben és mennyiségben. Alaptechnikák, ennek szintén a szerint, ahogy amilyen szintű fokozatra vizsgáznak, és formagyakorlatok és küzdelem. Marci, lépjetek ki még egy külön sorba. Marci, hajd ott! Kozma Bálint még egy ide középre. De amit említettél, az az évzárunk volt. Igen, az évzárunk egy közös nagy évzáró bemutató, amit azzal kezdünk, hogy minden csoport, mindenki, aki el tudott jönni, együtt megmozdult, majd külön csoportonként is bemutatkoztak, különféle feladatokat és dolgokat mutattak be. A visszajelzésekből úgy tűnt, hogy a szülők nagy megelégedettségére. Ezt követően én néhány mondattal zártam az évünket, vagy értékeltem, illetve hát a versenyzőket szoktam egy kicsit díjazni, jutalmazni, kiemelni néhányukat, akik nagyon sikeresek voltak, vagy nagyon, nagyon jól dolgoztak. Hát a kicsik pedig valami apró ajándékkal térnek ilyenkor haza. A bemutatót követően pedig, illetve az évzárót követően átjöttünk ide az új helyünkre, és tartottunk egy kis bulit. Milyen terveitek vannak a 2014-es évre? Hát, sok színű terveink vannak. Ez az új helyiség, ez nagyon sok új lehetőséget is jelent számunkra. A nyárra tervezek ide bejárós táborokat, a hely adott, úgyhogy szeretném ezt kihasználni. Nyáron kevesebbet edzünk. Vannak hetek, amikor egy kicsit leállunk, de mivel tudom, hogy a szülőknek szükségük van ilyenfajta segítségre, hogy a napközbeni időszakot a gyerekek megfelelő helyen töltsék, megfelelő programmal, megfelelő felügyelettel, remélem, hogy ebben az idén már én is be tudok segíteni. A nyári edzőtáboraink, amikor elutazunk vidékre, azok is terve vannak éve, és hát a szokásos éves versenyeink, a Magyar Bajnokság, Diákolimpia, ezek most mind itt évelején várnak ránk, úgyhogy ilyenkor gyorsan vissza kell kapcsolni, és vissza kell rázódnunk a munkába. Említetted, hogy szeptemberben indulnak csoportok, és lehet csatlakozni esetleg így évközben is? Mondjuk, ha valaki most kapott kedvet? Igen. A csatlakozás lehetőség egész évben fennáll, csak a hirdetés az, amikor igazából megjelenünk szórólapokon, plakátokon, az jellemzően szeptemberben történik, de jellemző is, hogy az év során folyamatosan jönnek új gyerekek, akiknek évközben jut eszébe kipróbálni ezt, vagy egy-egy szülő, aki ilyenkor tudja megoldani, hogy csatlakozzon, persze. Ja, köszönöm szépen, és gratulálunk az elért eredményekhez. Nagyon szépen köszönöm én is. Nézőnek pedig köszönjük a figyelmet.